Köszöntöm a VKC Televízió nézőit, Önök a Budakalászma hírmagazinunkat látják. Lássuk először témáinkat röviden. Nyári diák munka Budakalászon. 21. kalászív igazságok, a Lemvirág Tánc Együttes évzáró gálája. Koncertek és kísérő programok is színesítették a vigasságok másnapját. A tavalyi évhez hasonlóan a Nemzetgazdasági Minisztérium 2016-ban is munkaerőpiaci programot indít a diákok számára a nyárra. A foglalkoztatás célja, hogy csökkentse a fiatalkori inaktivitást, valamint elősegítse a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzést. A központi program keretében az önkormányzatok legfeljebb 2 hónap időtartamra, 2016. július 1-től 2016. augusztus 31-ig foglalkoztathatnak 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulókat, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákokat. A munkaidőt napi 6 órában maximalizálják, a munkabér a minimál bérszakképzettséget igénylő munkakörben a garantált bérminimum időarányos hányada. A járási hivatal foglalkoztatási osztálya általános és helyi sajátosságokra is kitérő munkaerőpiaci információt nyújt a pályázó diákoknak. Ezt követően a beérkezett munkaerőigények alapján az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével végzik a munkaközvetítést a legoptimálisabb elhelyezés érdekében. A diákok június 20-tól jelentkezhetnek a programra való részvételre. A felvételt nyert diákok Budakalász szép környezetének fenntartásáról gondoskodhatnak majd. A nagy hagyományú kalászi vigasságok idén is olyan programokkal kedveskedett a közönségnek, amely egyszerre folytatta a több mint 2 évtizedes hagyományt és igyekezett új utakat keresni. Repertoárján az autentikus népzenét és néptáncot bemutató előadások épp úgy szerepeltek, mint az új utakat kereső etno- és világzenei produkciók. A kalászi vigasságok másnapján egy nagyszobású gála keretében a Lemvirág Tánc Együttes csoportja is bemutatkoztak a színpadon. Évről évre egyre színvonalasabb, most az utóbbi 2-3 évben pedig már szerintem ez egy olyan kétnapos fesztivállá nőtte ki magát, ami tehát nem azt lehet rámondani, hogy egy kis falunap valahol, hanem tényleg egy országos szintű. Megmondanám én. Nagyon örülünk, hogy a Lemvirággal itt mutatkozhatunk meg, mert nem sok együttes mondhatja el azt, hogy úgy léphet fel, hogy egy rendes nagy színpad fel van nekik állítva, amit megkapnak ingyen, meg az, hogy van ugye körítő program, ahova utána a táncosok jól tudják magukat érezni. Nem csak a szülők, hozzátartozók látják a produkciót, hanem azok is, akik egyébként a vigasságokra jönnek, és ez így nagyon jó. A többi budakalászi táncegyüttest is hívtuk, közülük a Rozmarin tudott eljönni, és mutatkoztak, és nagyon jó műsort adtak. Most el tudtak jönni az ürömiek, az ürömi örömnép táncműhely, itt voltak a Kincső táncegyüttes Békásmegyerről, illetve hát még a budakalásziak voltak rajtunk kívül. Az együttes meghívását több környékbeli néptáncsoport is elfogadta, így bemutatkozhatott a színpadon az ürömi örömnéptánc műhely is. Voltunk az 40 év, több mint már 40 éve működik ürömen néptánc oktatás. Hát meg kell említsek egy nevet, Gál András, ő az, aki, és Szalavári Anni, tehát még egy név, a felesége. Ők kezdték el ürömen a néptáncot oktatni, és szerettették meg velünk, és mi megpróbáljuk folytatni ezt, amennyire tudjuk. És a mi kezünk alatt van, most már 16 éve a csoport. 9 csoportunk van, óvodás korosztálytól a nagy csoportig, sőt még van 2 felnőtt csoport, tehát akkor 11 csoporttal működünk igazándiból. És örülünk neki, hogy a körülbelül 250 gyerekkel tudunk évente foglalkozni. És nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél előbb ismerkedjenek meg vele a gyerekek. Hát elsősorban, ami számunkra, mert minden együttesnek úgy gondolom van valami célkitűzése, hogy neki mi a fontos, hogy hova szeretnének eljutni. Én talán mondhatom azt, hogy a legfontosabb számunkra, hogy a közösségépítés, tehát hogy közösségben legyenek a gyerekek, és hogy segítsék egymást. Már óvodás korban tanulják meg azt, hogyha valakinek nem annyira megy, akkor segítsen a másiknak is, és hogyha így nőnek föl, akkor felnőttként is fogják segíteni egymást, mert mi is így tettünk még
nagyon jónak tartom, ugyanis szinte párhuzamosan hasonló életet élünk a Döméjékkel, jó kapcsolatban vagyunk. Mi 19 éve kezdtünk el fesztiválokat szervezni, és pont azért, hogy minél többen halljanak rólunk, mert nagyon sokan voltak a faluban, hogy már 10 éve működtünk, azt nem is tudtak rólunk. És akkor elkezdtük fesztiválokat szervezni, ahol lehet egy kicsit enni, inni, beszélgetni, és így jobban megismernek minket, és talán jobban értékelik azt, hogy micsoda munka van egy ilyen mögött, hogy a gyerek kör tud alkotni, együtt tudnak táncolni, improvizálni tudnak. Tehát ezek fontos dolgok. Csomán Károly tette át a székhelyét Budakalászra a Rosmarin tánc együttes, akik nem első alkalommal léptek fel a Vigasságok színpadán. Nagyon jó érzés itt lenni, tehát itt ez egy nagyon élő művelődési ház, rengeteg programmal, szuper szervezéssel, sokkal jobb infrastruktúrális körülmények közé kerültünk, és hát ezért mi nagyon hálásak vagyunk, hogy befogadtak minket, és szeretnénk ezt sok-sok jó műsorral meghálálni, és ez az első alkalom. Ugyan mi a fő programunk az a Pilisi Kostolon lesz holnap, amikor mi egy balkánsátrat állítunk és főzünk is, nem csak táncolunk. Ide a Lemvirág tánc együttes meghívására érkeztünk, hogy az ő műsorukba szerepeljünk, aminek szintén nagyon örültünk, mert szeretnénk jó kapcsolatot kiépíteni és ápolni az itt dolgozó többi csoporttal, úgyhogy reméljük, hogy ennek lesz folytatása, természetesen mi is látjuk őket szívesen a mi rendezvényeinken, és szeretnénk úgy lenni itt, úgy élni, mint egy nagy család a többiekkel egyetértésben. Nagyon szeretjük a Kollót és a balkán, a szerb táncokat, és táncházakba ismerkedtünk össze, onnan alakult a tánccsoport, de szeretnénk továbbadni másoknak is, azért szoktunk táncházakat tartani, és mivel igény felmerült rá, hogy gyerekeket is tanítsunk, ezért indítottunk gyerekcsoportot is, ők is itt próbálnak velünk, idén már itt kezdtek szeptemberben, és holnap ők is bemutatják azt, amit egész évben tanultak, úgyhogy remélem jövőre itt a Kalászi Vigasságokon már ők is ropják velünk együtt. Igen, ez egy szerb-román határmenti vlach népviselet, ott pásztorkodásból élnek a népek, és hát leginkább ilyen szőttesekből áll, a fiúk fején nagy szőrös kucsma volt, rajtam pedig egy, nem tudom, hogy látszik, egy nagy szőttes kötény van, és a táncok azért jellegzetesek, mert ugye ezeket a kötényeket forgatjuk, és nagyokat dobogunk, mert ezzel akarták elűzni a földről az ártó szellemeket. A Lemvirág tánc együttes 1972-ben alakult Szabó Ferenc névezetésével. Tagjai általában a helyi általános iskoláskorú gyermekek, de a környező településekről is vannak táncosaik. Cél, hogy a gyerekek megismerjék a Kárpát-medence népdalait és népi táncait, alkotó módon járuljanak hozzá a népszokások a hagyományok őrzéséhez. A magyar néptánc hagyományának felkutatása, megtanulása, népszerűsítése mellett a régióban élő német és szerb nemzetiségi dal, zene és tánckincsét is ápolják. A 2015-16-os tanévben az első fél év az alapítványi bárra készülés jegyében folyt, illetve új táncanyagokat, koreográfiákat tanultak a gyerekek. Az alapítványi bárunk februárban volt tartva, ami hatalmas siker volt, hála a gyerekeknek és a szülőknek, és két nagyobb csoportunk alapalántásokkal a 20. Métafesztiválon vettünk részt, ahol korcsoportjukban a 6.-ként végeztek, első versenyzők voltak, úgyhogy nagyon-nagyon büszkék voltunk rájuk, illetve a nagyobbakkal, a Lemvirág főegyüttesével, a Lemvirággal. Pápán voltunk egy néptáncfesztiválon, ahol szintén nagyon jó eredményeket értünk el, nagyon megdicsérték a csoportot, és várnak minket további versenyzésre, úgyhogy felpesdült az élet végre. Nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a faluház vezetősége olyan kedves velünk, hogy mindenben támogat, ami táncos rendezvényünket illeti, és szerintem nagyon méltó helyet foglalhat el ez az évzáró műsor, és nagyon-nagyon örülünk, hogy most is egy táncház megy hátul, hogy egy ilyen nívós rendezvényen belül mutatkozhatunk meg. Szabó Erzsini egy olyan fantasztikus közösséget hozott még 72-ben létre, aminek utóhatását ma is érezhetjük, hiszen akik akkor táncoltak, hozzák a gyermekeiket, hallottak róla, hogy itt működik tánccsoport. Kicsit nehezebb, hiszen meg kell tudni tartani a gyerekeket, mert annyi minden lehetőség kínálkozik ma egy fiatalnak, hogy ez a nehezebb. Viszont abban reménykedünk, hogy a tiszta értékek így és az egymás szeretete így összekovácsolja a bandát. Úgyhogy most ennek próbálunk így erősítésére dolgozni. Az ez évi kétnapos esemény sztár vendége a helyi tánccsoportok, Ényencfalatok és Hűsítőkortyok voltak.
A 21. kalászi vígasságokat idén is számtalan kísérő program színesítette. A Néptánc együttesek színpadi produkcióján kívül több zenekar is fellépett a vígasságok másnapján. 21. alkalommal rendezték meg Budakalászon a Kalászi Vigasságok Néptánc, Nép és Világzenei Fesztivált. A rendezvénynek ezúttal is a Kóskároly Művelődési Ház adott otthon. Úgy gondolom, hogy a mi életünkben, a Művelődési Ház életében ez az a legnagyobb rendezvényünk, és talán a legközkedveltebb is. Ugye egy évvel idősebb, mint a Faluház, mert 21. alkalommal rendezzük meg. Nagyon közel áll a szívünkhöz, és idén, mivel 20 évesek vagyunk, így nem is egy nap, hanem a háromnapos lesz a fesztivál. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a településnek is az egyik legrégebbi ilyen nagyszabású fesztivál. Egy remek alkalom a Lemvirág Tánc Együttesnek, ahol ugye nagyon sok csoport van, tehát több mint 180 gyerek, illetve fiatal táncol, hogy ők megmutathassák, hogy az adott évben mit sajátítottak el a néptánctudományból. És valóban, ahogy mondtad, ez kibővült, tehát nem csak kistérsége, azt mondom, hogy már országos, sőt volt, amikor ugye a határon túlról is érkeznek fellépők. Tehát ez egy jó seregszemle, egy jó keresztmetszet a magyar népzenéről, néptáncról. És hát ez ugye a magyar népzene, sőt azt mondom már, az etno és a világzene is csatlakozik, tehát kibővült a tánc zenével. Meg hát ha körbenézünk, akkor sok-sok kiegészítő programmal, vásárossal, gasztronómiával, úgyhogy tényleg ez egy komplett seregszemle lett. És nagyon nagy sikere volt, mert ugye ebben a 20 év alatt azért nagyon sokan megfordultak a táncegyüttesbe, most van egy jelenlegi mag, aki viszi most ezt a tánccsoportot, de hát nagyon sokan megfordultak, és a 20 év az egy nagy emlékezés volt, mert nagyon sokan eljöttek, akik annak idején megfordultak a táncegyüttesbe, tehát szinte mindenki itt volt, aki valaha táncolt. És ugye kiegészültek a Dunatánc műhelyel, kiegészültek a Lemvirággal, hát fantasztikus este volt, azt kell, hogy mondjam. Nagyon magas színvonalak voltak a produkciók, nagyon sokan voltunk, nagyon jó hangulat volt, és látszott, hogy ők erre nagyon készültek. Egy nagyon szép finálé, nagyon szép lezárása volt magának a gálának, és azért láttam a könnyeket a szemekben, tehát hogy ők visszaemlékeztek. És utána itt leültek együtt, átbeszélték az elmúlt 20 évet, úgyhogy ez egy nagyon szép, megható és felemelő este volt. A rengeteg programra a gyerekeket is várták, ráadásul a szervezők külön gyermekprogramokkal is készültek a kicsiknek. A hétvégi színpadi programok a Süsű a sárkány előadásával indult. Az esős idő ellenére a Kolombos Együttes koncertjén is rengeteg gyerek bulizott a színpad előtt. Több mint 25 éve muzsikálunk, és hát nem azért, ez egy szép kor, tehát fiatalos kor, a 25 év az fiatalos kor. És bizony az igazság, hogy ez alatt az idő alatt sok mindent megtanultunk, ami így a gyerekszórakoztatás terén kell, ami fontos. Az alapok kezdettől fogva megvoltak, a legfontosabb a gyerekek szeretete, egyféle játékosság, meg természetesen, amit mi képviselünk, a népzene, a hagyományok szeretete. Innen indult az egész, tehát ez a három megvolt, aztán szépen összegyűjtögettük a műsorról műsorra, hogy hogyan is kell a gyerekekkel bánni, mit szeretnek, mi az, amit ők értenek, mi az, amit mi meg tudunk nekik mutatni, hogyan kell egy kicsit feszegetni a határokat, mindig egy kicsit többet is mutatni, olyat is, amit nem biztos, hogy megértenek akár zenében, akár énekben, de egy kicsit a népzenei kultúrájukat próbáljuk alakítani, fejleszteni. Ó, ez egy speciális helyzet volt, ez a kis csöndes eső, de mi szeretjük a kihívásokat, és annak ellenére megpróbáljuk az egészet, megpróbáljuk a műsort, megpróbáljuk, hogy nekik főképpen a gyerekeknek jó legyen. Mi is szeretjük, egy kicsit más ez a helyzet, és akkor az érződik is rajta, frissebb lesz ezáltal a mi előadásunk is, kicsit más lesz, és nagyon kedvesek, nagyon aranyosak voltak a gyerekek is, és a felnőttek is. Az, hogy ilyen eső ellenére nem rebbentek szét, és nem mentek haza apák, főképp nem az Európa bajnokságot nézni, ez nagyszerű dolog volt, és felnőtteknek is
tetszett, és azt hiszem a gyerekeknek is. Az ezévi kétnapos esemény sztár vendége a helyi tánccsoportok, ínyencfalatok, valamint hűsítő kortyok mellett a Balkán Fanatik zenekar volt. Nagyon szépen köszönjük Budakalasznak, hogy meghívtak. Végre, nagyon nagy vágyam volt, én szentendrei lakos vagyok 30 éve, és a környéket szeretném bejárni a zenekarommal, ami nem könnyen megy. Végre egy kicsiket kiléptünk Szentendréből, eljutottunk Budakalászig, és tényleg nagyon nagy öröm, mert hogy én is görög létemre, itten született, Magyarországon született görög vagyok, aki a népi hagyományát őrzi. Egyébként a zenekarral mi nem vagyunk hagyományőrzők, mi hagyományélők vagyunk. Mi élni szeretnénk a hagyományunkat nap mint nap, nem őrizni. Az őrzést azt hagyom a múzeumra, meg hagyom azokra az ismert és nagyon nagyra becsült zenészekre, akik abba hisznek, hogy ők egyfajta olyan kulturális eseményt őriznek meg, amit még meg tudtak tanulni azoktól az emberektől, akik még éltek. Mindig szeretnénk valami újat adni, sohasem vagyunk egyformák a koncerten, és nincsenek kedvencek vagy nem kedvencek, hanem van zene, amit mi nagyon szeretünk, és ezt folyvást mindenhova elvisszük. Nagyon nagyra becsülöm, sőt, szeretem a hagyományőrző zenekarokat és a hagyományőrző népi kultúrákat. Az nem azt jelenti, hogy én nem azonosulok vele, de én viszont szeretnék valami frissebb dolgot. És ezért játszom körülbelül 40 éve olyan zenét, ami a hagyomány őrzésből táplálkozik, és a hagyomány éléssel próbálja előadni a dolgokat. Úgy látom, hogy nagyon nagy örömöt okozunk az embereknek, akár hagyományőrzőknek, akár hagyományélőknek. Szóval azért arról szó nincs, hogy a hagyományőrzéstől én eltávolodom, hanem ugyanazok a melódiák szólalnak meg, csak egy egészen más zenei kísérettel szólalnak meg a dolgok. A pilisi kóstolóról készült összefoglalónkat a holnapi híradóban tekinthetik meg. A Budakalász ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk. Hamarosan Fogadó Óra című műsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 6 órakor jelentkezünk. Addig is látogassanak el a vkctv.hu oldalra, ahol visszanézhetik korábbi adásainkat is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!